A 11 napos német tábor legfontosabb célja, hogy a résztvevő 27 gyerek minél jobban megtanuljon németül. A műhely munkákat kizárólag németországi előadók vezetik. Ugyanakkor a szervezők gondosan ügyeltek arra is, hogy a foglalkozások érdekesek, a fiatalok számára vonzóak legyenek. Ezért lett az idei tábor témája a filmkészítés. A Szilágyi Francia Fábián a Bajai Német Gimnáziumban tanul, és először vesz részt a monostorszegi táborban. Én azért is jöttem el, mert hát ajánlották a tanáraim az iskolában, hogy próbáljak meg gyerekekkel németül beszélni, mert az nagyon fontos nyelvtanulás szempontjából, hogy ne csak a tanárokkal, hanem korosztályunkbelivel is társalogjunk németül. És hát ajánlották még azért is, mert ez egy filmtábor, és megtanulhatunk filmet is vágni, és forgatni, és hát ez szükség lesz még az életünkben ilyen ezekre a dolgokra. Ispánovics Máté Bács-Bokodról érkezett, mint kísérő. Harmadszor van itt. Ez egy nagyon szép és jó tábor. Én szeretek ide visszajönni, mert ugye hát, mivel a gyerekek négy országból jönnek ide, ez jó látni ezt, hogy négy országból lévő gyerekek hogyan dolgoznak együtt, illetve hogyan segítik egymást. Angster Emma Kata a budapesti Bajza utcai általános iskola tanulója. Nagyon tetszik maga a környezet is, itt a programok és a társaság is nagyon jó. Tegnap Zomborba kirándultatok. Igen, nagyon szép város, én ezt mondom, nekem nagyon tetszett. Maga a program, ami ott volt, az is nagyon érdekes volt, megtudtunk rengeteg dolgot a városról. Igen. Visszajössz-e jövőre is? Szeretnék visszajönni, mert nagyon tetszik. Emma csoportja éppen arról készül kisfilmet forgatni, hogy a média mennyire befolyásolja manapság a fiatalok életét. Vezetőjük a kölni Leoni Elmer médiapedagógus. Interkulturálisan dolgozunk. Szerintem a színházművészet és a médiapedagógia jól összeilleszthető. A gyerekekkel egy híradót készítünk, amelyben olyan humoros hírek szerepelnek, amilyenekre egyébként nem számítanánk a tévében. Az elkészült alkotásokat a gyerekek a tábor utolsó napján fogják bemutatni, de egy hét múlva minden érdeklődő is megnézheti majd a kisfilmeket, ha a legnépszerűbb videó megosztó webhelyen rákeres a Medienkamp címszóra.